Az írott leveléből a negyedik rész 5. és 6. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Bölcsen viselkedjetek a kívül lévők irányában, a kedvező alkalmat áron is megvegyétek. Beszédetek mindenkor kellemes, sóval fűszerezett legyen, hogy tudjátok, kinek milyen választ adjatok. Olyan jó dolog az, hogy amikor Isten valakit új életre hív, akkor nem azt mondja, hogy indulj el, aztán meglátom, hogy mire vagy képes, hanem minden egyes olyan dologra, amire nekünk szükségünk van ebben az új életben, arra Isten kész minket megtanítani. És el van készítve minden, amit nekünk új emberként kell megtennünk. És ma este egy ilyen dologról szeretnék beszélni, amire tanít bennünket az ige, hogy miként viselkedjünk ebben a világban keresztény emberként, és hogyan éljük meg azokat a dolgokat, amiket Isten vár tőlünk. Testvérek, nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk. Nem lehet óemberi módon viselkedni, de közben arra hivatkozok, hogy én keresztény vagyok. Nagyon sokat rombolunk a viselkedésünkkel. Mert a viselkedésünk egy olyan dolog, ami látszik, még akkor is, ha esetleg nem szólalunk meg. És nagyon hamar leírhatjuk magunkat, és nagyon sokszor távol tarthatunk magunktól embereket azzal, ahogyan viselkedünk. Az ige arra tanít bennünket, hogy bölcsen viseljétek a kívülállók iránt magatokat, a kedvező alkalmat jó használjátok fel, beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett. Bölcsen, azt mondja az ige. Nem a magam módján. Nem úgy, ahogyan éppen a hangulatom vagy a kedvem tartja. Nem úgy, ahogy éppen az indulataim diktálják. Hanem azt mondja az ige, hogy bölcsen. Nem görcsösen. Nem távol tartva magamtól mindenkit. Nagyon sok ilyen kezdeményezés volt a történelemben, hogy na, a hívő ember az tartózkodjon mindenki mástól. Az ige nem erről beszél. Hanem az ige arról beszél, hogy helyesen és bölcsen éljek azok felé, akik még nem az úréi. Akik még nem hozták meg az életükben azt a döntést, hogy én szeretnék az Isten országának a részese lenni, és szeretnék Krisztus követő lenni. Azok felé bölcsen viselkedjetek. Arról van szó, amikor megkérdezik a Krisztusban hívő embert, hogy te miért vagy ilyen? Miért viselkedsz így? Miért szólsz így? Vagy éppen miért nem úgy viselkedsz, ahogyan mások? Miért nem úgy döntesz, ahogyan mások? És azt mondja Pál, hogy na ilyenkor, amikor meg kell szólalni, és választ adni ezekre a kérdésekre, akkor azon nagyon sok minden múlik. Akkor viseljétek magatokat bölcsen. És nem mindegy, hogy milyen a válasz. Nem mindegy, hogy ilyenkor mi jellemző rám. Nem mindegy, hogy hogyan nyilvánulok meg. Az első és nagyon fontos dolog, amit itt látni kell az igébe, hogy kinek teszünk bizonyságot. Azt mondja Pál, hogy a kívülállók felé, akik nem élnek Krisztussal közösségben, akik még nem az Isten rendje szerint élnek, ami sokszor határt szab a dolgoknak, hanem rendetlenül, talán istentelenül, felelőtlenül. És nekik azt mondja Pál, hogy ilyenek között éltek. Sőt, korábban beszél arról, egykor ti is ilyenek voltatok. Csak valaki bölcsen viseltetett felétek, és az ő bölcs viselkedése számotokra egy meghívás lett az Isten országában.
És nem mindegy, testvérek, hogy a mi viselkedésünk az meghívó az Isten országába, vagy éppen kiutasítás az Isten országába. Vagy éppen elrémiszt és elriaszt valakiket, és soha az életben nem kerül közel az Isten országához miattunk. Ezek, akiket így nevez Pál, hogy kívülállók, ez nem valami lekezelő jelző, hanem egyszerűen az állapotukról van szó. Akik valamiért Isten számára nagyon fontosak, és szereti őket. És ez a kiinduló pont. Hogyha Isten szereti őket, akkor én nem tehetem meg, hogy gyűlölöm. Akkor én nem tehetem meg, hogy nem szeretem, és elutasító vagyok velük, és elítélem őket. Nagyon sokszor jó lenne ezeket a dolgokat szem előtt tartani. Testvérek, reflexből ítélkezünk. Tele vagyunk előítéletekkel. Úgy leírunk embereket, hogy bele sem gondolunk a helyzetébe. Miért? Mert megvan a véleményünk. Senkit nem érdekel, Isten meg végképp nem érdekli. Na de mi mondjuk? És nem vagyunk hajlandóak erre a viselkedésre, amiről itt az ige beszél. Valaki egykor behívott minket Isten országába. Valaki átadta az Isten üzenetét, szeretett, és közölte azt, amit Isten üzent. És valami módon nekünk is ilyenné kell válnunk. És hadd hívjam fel egy nagyon fontos dologra a figyelmet, hogy itt Pál nem azt mondja, hogy ti gyülekezet lelkészei. Nagyon sokszor beleesünk ebbe a hírvába, hogy jaj, hát ez a papnak a dolga. És jó is ebbe a hitbe élni, mert itt mindig el lehet verni a port a lelkészen, hogy ez a lelkész dolga behívni valakit Isten országába. Hát elárulom, testvérek, itt lelkészről szó sincs. Szó sincs. Hanem itt a Kolosséban élő, istenfélő, Krisztus követő keresztényekről van szó. Azt mondja Pál, ez a ti dolgotok. Hogy így éljetek, ilyen bölcsen viseltessetek azok iránt, akik meg még nem közöttetek vannak, és nem egy úton haladnak veletek. Minden keresztény kötelessége ez. Nekünk van egy hibás örökségünk, amit mi nem tekintünk gondnak. Az egyik ilyen hibás örökségünk, hogy mi eljövünk Isten tiszteletre, és innen hazamegyünk, és úgy érezzük, hogy ezzel majdnem minden keresztényi kötelességünknek eleget tettünk. És a hét többi napján az meg magánügy. Az az én magánéletem. Azt úgy élem, ahogy akarom. És megszoktuk, hogy templomba kell jönni. És itt minden be van fejezve. Testvérek, a templomba járás, ha időben számoljuk, vagy bármilyen cselekedetben számoljuk, az az 1% a keresztény életünknek. Egy. A 99 az ezen az ajtón kívül van. És azt mondja Pál, a 99% az az, ahogyan te viselkedsz. Itt többnyire jól viselkedünk. De mi van kint? A mi viselkedésünk mások számára meghívás Isten országába? Vagy szeretetlen elutasítás? És el lehet menni ebben a kérdésben egészen odáig, hogy valaki szeretne az Isten országába lenni azért, mert azt látta rajtam, hogy én is szeretek ott lenni. Mert szeretne úgy élni, ahogyan én. Azt mondja az ige, bölcsen. Nem magamnak élek, hanem másokért élek. És Krisztusnak élek. Fontos dolog, hogy ezt nem azért kell megtennünk, testvérek, hogy többen legyünk. Hanem azért, hogy ne vesszenek el emberek.
Mi sokszor benne élünk a számunk bűvöletében, és hogyha tele van egy templom, akkor jó. Volt olyan város húsvétban Magyarországon, ahol még történelemben nem volt ilyen, kint álltak az utcán emberek az úrvacsora vételkor. Vártak, hogy bejussanak. Azok a mi gyülekezeti tagjaink közül voltak. De nem a szám a lényeg, hanem az, aki meg akar menekülni. Aki szeretne Isten országában lenni, és azt mondja Pál, mert neki is ez volt a fontos, hogy legyen ez nektek fontos. Hogyha titeket valaki fontosnak tartott, hogy ne vesszetek el, akkor ti is tartsatok fontosnak azt, hogy mások ne vesszenek el. Az emberek olyan dolgokra vágynak, amit Krisztus földre hozott. A békességre, az örömre, a megbocsájtásra, a türelemre, a szeretetre, a vigasztalásra. És nagyon sokszor mi ezeknek birtokosai vagyunk. És a legnagyobb gonoszság, azt hiszem, az, amikor mi ezt megtartjuk. És azt mondjuk, hogy na, ha ez az enyém, akkor én ebből nem adok senkinek. Mi lenne a világgal, ha mindenki így gondolkodna? Isten mindent, hiszem, mindent azért ad, hogy szétosszuk. Amit nem osztunk szét, ránk fog rohadni, és semmi örömünk nem lesz benne. Minden. Úgy lesz, mint a manna. Meg fog romlani. És Isten őrizzen meg ettől gyűjtögető kereszténységtől, hogy ránk rohadjanak dolgok, és ne legyen benne utána örömünk. Ami meg nem rohad meg, meg ott tartogatjuk, azt elviszi az ördög. És nem lesz semmink. Nem lesz semmink. És azt hiszem, hogy az elmúlt néhány évben ezt éltük meg. Hogy szívesen szervezünk evangelizációt, de az életünk ne legyen evangelizáció. Szívesen szervezünk olyan alkalmat, amin értelmes tekintettel nézni kell. Azt mondja Pál, itt nem nézni kell. Itt élni kell. Itt a viselkedésünkről van szó a mindennapokban. Az vagy evangelizáció lesz mások számára, és meghívás Isten országába, egy bölcs meghívás, vagy egy szeretetlen elutasítás. A másik fontos dolog, amiről az ige beszél, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ezt mikor és hogyan tesszük. Az ige szerint ezt jókor és jól kell tenni. Ne keverjük ezt össze az alkalmas és alkalmatlan idővel, hanem azt mondja az ige, bölcsen viseljétek magatokat, és a kedvező alkalmat jól használjátok fel. És áron is megvegyétek. Mi ezt a részt szoktuk mondani. És rá szoktuk erre húzni azt, hogy áron is meg kell venni az alkalmat. Menni kell csendes napra, meg menni kell templomba. De minek? Minek, hogyha a viselkedésemmel sokszor elriasztok másokat? Nincs semmi értelme. Bekóborolhatom a világ összes alkalmát. Itt az áron is megvegyétek az alkalmat, az arról szól, amikor valakinek bizonyságot tehetek. Amikor valakit behívhatok Isten országába, és segíthetek neki oda jutni. Itt nem az alkalomra járásról van szó, sőt, szó sincs róla. Hanem itt arról van szó, amikor valaki után mehetek, és azért én áldozatot hozok, még árat is fizetek érte, hogy utána mehessek. Mert ez bízta rám az Úr. Ha elhangzik felém egy világos kérdés, akkor arra tudjak világosan felelni. Erről van szó. Akkor nem mindent mondjak, hanem olyan dolgot mondjak, ami helyén való. Amire neki akkor ott, abban a helyzetben szüksége van, ami jó, ami előre mozdítja őt, ami segít rajta. Egy gyászolónak hiába beszélek arról, hogy lehet örvendezni, az őt most nem érdekli.
mert neki vigasztalásra van szüksége. Egy örvendezőnek meg hiába fogok akkor arról beszélni, hogy milyen a gyász, mert őt nem az érdekli, nem arra van szüksége. Azt adni, amire szüksége van. Azt mondja az ige, jót mondjunk. Vagyis a tartalma legyen világos. A tartalma legyen érthető. Van egy nagy tévedésünk, amikor azt gondoljuk, hogy ó, hát én megtanultam beszélni. Ki hány éves korában. Innentől kezdve nincs semmi problémánk. Igen, de miről? Meg mit? Rengeteg dolog múlik a beszédünkön. Rengeteg kárt okozunk azzal, hogy sokszor felelőtlenül, üresen, vagy túl sokat beszélünk. Valaki azt mondta egyszer, hogy az az ember, aki nem beszél rendszeresen Istennel, rengeteget beszél az embertársaihoz, üresen. Amikor Istennel van közösségem, akkor ő megtanít arra, hogy mit, hogyan és mikor mondjak. És erre mondja az ige, hogy bölcsen. Jól meggondolva. Istentől vezetetten. Istenre figyelve. Ezért kell ráhagyatkozni. Én voltam olyan beszélgetésen, ahol több hívő ember vett részt, és egyik bombázta a másikat igékkel. Én megmondom őszintén, egyre sem emlékeztem utána, mert nem értettem, hogy miért mondja. Jó dolog igét mondani, de nem jó dolog lebombázni az embereket vele. Amikor felsorolok 100 igét, aztán találja ki, hogy melyik az övé, vagy melyik szól neki. Isten megtanít helyesen szólni. És olyan jó lenne, ha mi eldöntenénk ezt, hogy Uram, én ezt meg akarom tanulni. A legfelelőtlenebbek a beszédünkben vagyunk, a szavainkban. Az is a viselkedésünk része, a magatartásunk része. Azt mondja a Péteri levélben az ige, legyetek készek mindig számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Nem azt mondja az ige, hogy valami olyasmiről beszélj, amihez semmi közöd nincs, olyanról, ami benned van. Arról a reménységről, arról a Krisztusba vetett hitről, ahogyan te megéled a napjaidat, amiben te belekapaszkodsz. És azt hiszem, most éppen olyan időket élünk, hogy erre van szükség. Azt mondja az ige, na erre legyetek készen, mindenkor. Amikor valaki észrevesz egy krisztusi jellemvonást rajtunk, akkor ne az énünkre hivatkozzunk, hanem arról a Krisztusról, aki ott él bennünk. Ez egy olyan lehetőség, testvérek, amivel, ha él az ember, életeket menthet. Valaki így beszélt nekünk Krisztusról. Valaki így tett bizonyságot arról, ami benne él. Nem kell ezt szégyelni. Nagyon sokszor becsap a gonosz minket, hogy olyan, mint te belőled, nincsen sok, meg a magad fajtából, neked szégyelni kell magadat. Az istentelenekből több van, ők hadd örüljenek. Azt mondja az ige, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. Ne te pironkodj. Neked nincs miért. Te örülj, és tegyél bizonyságot, ha megkérdeznek. Aztán jön egy ilyen rész ebben az igében, beszédetek legyen mindig kedves. Hát nem tudom, amikor elolvastuk ezt az igét, mire gondoltunk, de én megmondom őszintén, hogy azért ezzel vannak gondjaim. Mindig kedves. Mindig. És elgondolkoztam azon, hogy van-e ilyen ember, ismerek-e ilyet, aki mindig kedves. És akit a legkedvesebbnek gondoltam, és mindig szelídnek, őt is láttam olyan helyzetben, amikor inkább megfordultam és otthagytam. Azt mondja az ige, mindig. Miért mondja ezt?
mert már lehet. Már lehet. Szeretnék egy örömhírt hirdetni ma este. Szabad már nekünk kedvesnek lenni. Az óemberi lelkület ezt nem engedte meg. Az óemberi lelkület nem ezt diktálta. Az azt diktálta, hogy légy goromba, légy nyers, légy kemény, légy sértő, légy bántó, mert akkor leszel valaki. Annyira nagy valakik lettünk, hogy át tudtunk menni a másik szobába, és senki nem szólt hozzánk. Ez nagy eredmény. Azt mondja az ige, most már szabad. A krisztusi életben szabad mindig kedvesnek lenni. Senki nem fog számon kérni, hogy miért voltál ilyen. Senki nem fog elítélni ezért. Amikor nem tudtunk, vagy nem tudunk kedvesek lenni, azt nem az Isten nem engedi meg nekünk, testvérek. Nem az Isten. Ugye mennyi módon hat még ránk a gonosz mindig? Jaj, kicsúszott a szánkon. De hogy csúszott? Ilyenek akartunk lenni. Megszoktuk ezt. Szabad kedvesnek lenni. És miért mondja az ige azt, hogy mindig? Azért, testvérek, mert nem fogják mindig szívesen fogadni. De neked akkor is kedvesnek kell lenned. Nem fog mindenki örülni annak, amit mondasz. Nem lesz mindenki nyitott rá. De figyeljük meg, hogy Jézust ez annyira nem érdekelte. Ő Jézus maradt akkor is, amikor a hallgatóság meg akarta kövezni. Jézus maradt akkor is, amikor 5000-en voltak kíváncsiak rá, és Jézus maradt akkor is, amikor csak egy ember hallgatta, és nem kelt ki magából, hogy hol van a 4999, akinek olyan jó volt prédikálni. Jézus maradt, kedves maradt. Nem könnyű ez. De azt hiszem, hogy az ige azért beszél erről, mert ez tanulható. És még inkább azért beszél erről, mert erre szükségünk van. Van ennek a szónak, itt az igében egy másik jelentés ennek a kedves szónak. Így hangzik ez, hogy kegyelembe ágyazott, kegyelmet gyakorló. És amikor valaki kegyelmet gyakorol, tulajdonképpen szeretettel van a másik felé. Ez egész egyszerűen azt jelenti, tanulj meg szeretettel szólni a másikhoz. Tudom, hogy az a válasz, hogy nem tudok. És azt mondja az ige, itt nem a te teljesítményedről van szó, hanem engedd meg, hogy Krisztus ilyenné legyen benned. És ezt el lehet mondani az imádságunkban, hogy Uram, ma volt 15 olyan dolog, ami nekem nem megy. De Uram, te mind a 15-ben a segítségemre akarsz lenni. Mert arra tanítottál, hogy szóljak jót, vagyis Istentől jövőt, és arra tanítottál, hogy szóljak jókor, amikor elkészíted az alkalmat, meg arra, hogy szóljak jót, vagyis irgalmasan, szeretettel. És lehet, hogy nem megy. De amire ő hív, az mind olyan dolog, amiben ő akar nekünk segíteni. Ő akar megtanítani arra, hogy a beszédünk fogyasztható legyen, sóval fűszerezett, nem nyers, nem túlsózott, sokszor agyonsózott, mert az már fogyaszthatatlan, hanem olyan, amit ő szólna, ahogyan ő szólna. És azért hív ez az ige egyben döntésre is, mert itt egy felkínált lehetőség van az igében. Akarok-e ilyen lenni? Akarom-e, hogy a viselkedésem is Krisztusi legyen, ne csak a gondolkodásom? Ne csak az ige felett való elmélkedésem, hanem Krisztusi módon viseltessem mások felé. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem csak megkeresel és elhívsz, hanem meg akarsz tanítani arra az életre, amit te éltél elénk. Urunk, bocsáss meg, hogy mi sokszor ámulatba ejtjük magunkat meg egymást azzal, hogy tudunk krisztusi dolgokról beszélni. Holott te nem ezt kérted tőlünk.
Bocsáss meg, Uram, hogyha mi megelégszünk azzal, hogy mi tudunk dolgokat rólad, és titkon reménykedünk abban, hogy Te ezt majd egyszer jóvá írod nekünk, és Te nem feledkezel meg erről. Urunk, taníts meg minket krisztusi módon élni, viselkedni, szólni. Látod, Uram, hogy ez hiányzik a legjobban az életünkből. Mi olyan szívesen szerveznénk alkalmakat másoknak, ahol halljanak rólad, de olyan szívesen kerüljük azokat az alkalmakat, ahol tőlünk kellene, hogy halljanak rólad. Urunk, változtasd ezt meg itt közöttünk, ebben a gyülekezetben. Hadd legyünk mi a mindennapok bizonyságtevői, akik megélik és megvallják a beléd vetett hitüket, hogy hozzád tartoznak. Bocsáss meg, Uram, amikor mi szégyeltük ezt. Amikor inkább hallgattunk, és inkább teret adtunk annak, amit a gonosz szól, ami a gonosztól való. És mi hazavittük azt, amit odaadhattunk volna másnak. Urunk, látod, hogy mennyi olyan mennyei dolog van, ami kárba veszett, mert nem adtuk oda, ami megromlott, aminek már talán ma mi is híjával vagyunk. Már csak beszélni tudunk róla, de élni nem. Urunk, látod, hogy mennyi mennyei dolognak elveszítettük a friss ízét, és már csak emlékekből gazdálkodunk. Uram, elevenítsd fel ezeket, újítsd meg bennünket ebben. És segíts nekünk, hogy ott legyen bennünk az a szeretet, amivel másokat meg akarunk menteni, és hozzád vinni. Könyörülj meg rajtunk, és kérünk, hallgass meg minket. És halld meg a most csendben elmondott imáinkat is. Legyen meg, Urunk, a Te akaratod mindenben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.